Az elmúlt 25 év legerősebb tájfunja csapott le Japánra. A Jebi nevű vihar 200 km/h széllökésekkel és esővel érkezett. Eddig több mint 1 millió embernek kell elhagynia az otthonát. Az ország második legnagyobb városában, Oszakában megállt az élet a tájfun miatt. A Jebinek legalább 6 halálos áldozata van. Bezárták az oszakai nemzetközi repülőteret, miután Japán nyugati partvidékét elérte a Jebi nevű tájfun. Az ország egyik legnagyobb légikikötőjének terminálja is víz alá került. A város közelében a szél kitépte egy 89 méter hosszú hajóhorgonyát, és nekilökte a tankert a Kansai repülőtérre vezető hídnak, amely járhatatlanná vált. A hatóságok 300 ezer embert szólítottak fel lakhelyük elhagyására, de ez a szám valószínűleg az 1 milliót is elérheti. A Jebi által sújtott térségben teljesen leállt a vasúti közlekedés, több mint 700 légijáratot pedig töröltek. Abe Shinzo japán miniszterelnök sem tudott elutazni arra a szigetre, ahol a tájfun miatt elrendelt hatósági intézkedések végrehajtását felügyelte volna. Az előrejelzések szerint szerda reggelig 500 mm csapadék hullhat az ország nyugati részén, a széllökések pedig már most elérik a 200 km/h sebességet. Ez az amatőr felvétel jól ábrázolja a szélerejét, felborít egy autópályán haladó kis teherautót. A meteorológusok szerint a ciklon kedd estig várhatóan áthalad a Japán tengeren, és észak felé mozog tovább, szerda reggelre pedig ereje jelentősen gyengülni fog. Hasonló erejű tájfun utoljára 1993-ban volt Japánban, a viharnak akkor 48 halálos áldozata volt.